Szavaiból most egy cseppnyi irónia arra vonatkozóan, hogy hogyan is értékeljük ezt a médiában való szavakkal bohózkodást, azért kicsenget. Voltak önnek olyan állásai is, amelyekre esetleg így utólag talán még büszkébb is, mint a jelenlegire? Ha valamire igazán büszke vagyok, az az, hogy nem vettek fel az egyetemre, sokszor elmondtam, gépjárművillamossági műszerész lettem, sokszor elmondtam, és egy év után Szolnokra kellett lemenni, a Szolnok, azt kevesen tudják, vagy nem tudom mennyire tudják, a vasútnak önálló mentőhálózata van. Ugye van MÁV kórház, és van saját vasúti mentő. És Szolnokon a pályához... Bocsánat, elnézést, hogy közbevágok, de nem ilyen, ugye? Tehát, hogy csak oda tudnak menni, ahol... Nem, ezek rendes mentők, ez egy Niza lengyel gyártmányú régi típusú mentőautó volt. Lényeg, ami lényeg, Szolnokon a vasútállomás, mert leégett. A teljes elektromos hálózata leégett. Szirénától, önindítóig, gyújtástól minden leégett. És akkor a csoportvezető azt mondta, valakinek le kell menni Szolnokra, és meg kell csinálni, újra kell kábelezni. És gondolkodott, és azt mondta, hogy a gangster megy, meg így hívott, a gangster megy. És akkor egyedül lementem, egy marha nagy, ekkora táskába bepakolták, ami kellett, minden, nehéz volt. És lepecsételték, hogy el ne veszem, ezt nem értettem, megérkeztem a vasúttal, oda mentem, 4 tégla volt benne. Tégla. Hogy miért tették be tégla, ezt máig nem tudom, illetve hát sejtem. Szerették önt. A lényeg az volt, hogy 2 óra alatt újra kábeleztem, és minden működött. Beindult a motor, égtek a lámpák, ment a kék villog, és azt mondja nekem a mentősofőr, azt mondja, nem akarsz enni valamit? Hú, mondom, de éhes vagyok. Azt mondja, itt van egy májkonzerv, meg kenyér, meg itt egy bicska. Belenyomtam a májkonzervbe a bicskát, meghúztam, és így levágtam az ujjamat, majdnem. Azt mondja, milyen kurva, hogy nem előbb ettél, már kész a mentő. Úgyhogy beültetett, és vitt be a szolnoki MÁV kórházba. Ott a doktornő mondta, hogy toljam le a nadrágomat, én mondtam, hogy ezzel, de egy injekciót, szóval tetanuszt és minden. Erre nagyon komolyan büszke vagyok, hogy azt a mentőt egy év után, tehát csak egy évet tanultam, és előtte én még csavarhúzósa volt a kezemben. Nagyon jó gépjárművillamossági ön emberi életeket azt akartam mondani, hogy nagyon jó gépjárművillamossági műszerész voltam. Ezt megkapcsoljuk. Nekünk ugyanis olyan a közönségünk, hogy érzékeny erre, tehát nagyon jó gépjármű villamossági műszerészeket meg szokták tapsolni. Jönnek ide kevésbé jó gépjármű villamossági műszerészek is, ők is egy-egy mosolyt ki tudnak csikarni, nagyon szeretik például a tetőfedőket, hát az óriási, akkor már eldőlnek a röhögéstől. Nagyon szeretnék utcát söpörni korszerű utcasöprőgéppel. A Váci utat sokáig söpörtem, igen, 15 kilométeres sebességgel megy az ember, kikönyökön nézi a nőket, és közben filozofál. És a Váci út tiszta lesz. Igen, másodállásban söpörtem a Váci Ez nagyon szép. Szerintem még most se késő. Tehát például, ha most nem úgy értem, hanem most hát ugye tudjuk, hogy hát nagyon kevés pénzért jött el ide. Mondjuk, ha nem jött volna el és söpörte volna az utcát ehelyett, tehát még lehet találni talán az órarendjében ilyen üres pillanatokat, amikor lehet utcát söpörni. Nem, nagyon elfoglalt vagyok. Egyetemen tanítok, sikerkönyveket írok. Értem. Hát erről fogunk beszélni, de csak is a reklám után. A reklám előtt kitűnően végszavazta magát, és azt mondta, hogy sikerkönyveket ír, rendkívül elfoglalt. Lehet egy könyvről tudni, hogy sikerkönyv még mikor készül, vagy már akkor is? Vagy az utólag derül csak ki? Vagy az ön esetében hát, már előre tudható? Utólag derül ki. Tehát amikor azt látom, hogy szokás szerint az első háromban van a könyvem az eladási listán, akkor úgy érzem, hogy természetesen ez is sikerült. De van, amikor az ember könyvet ír, és azt mondja, hát lehet, hogy ez a téma nem nagyon vonz. Amikor a pszichiátria világáról írtam a Gasztner és Rümer főorvosi elmozdulás című könyvet, a kiadó kicsit nyefeget, hogy jaj, hát ez túl komoly, meg íze, meg de ahhoz képest hát nem tudom, az adóhivatal figyelje, de 30 ezer körül ment el, ami szép. Itt van nálam egyébként. Igen? És majd ezzel kapcsolatban is egyébként szeretnék... a kedvenc könyvem, ezt szeretem. Nekem is azzá válhat, ha végigolvasom, mert még egyelőre csak részleteket fordul. Miért, még maga nem olvasta? Nem olvastam még végig. Törpe minoritáshoz tartozik. Mondtam, hogy viccelek. Zsidózik. Na szóval, hogy... azt akarom... Figyeljem, hogyha most kiteszem a keresztemet, akkor pedig már vért izzad, mi? Nem. Vagy mi a baj? Nincs ezzel semmi baj. Tudja, miből van? Gondolom, hogy a legszuperebb aranyból, amit csak is önnek érceltek ki a kvárc hegységből. Nem.
Ez a Táncsics Mihály díjamból van, ha nem tudná egyébként, nem, nyilván nem nézett utána. Én Táncsics Mihály díjas újságíró vagyok. És amikor megkaptam, az volt az első olyan pénz, az 500 forint a biciklijavításon kívül, amiért effektíve nem dolgoztam meg. És akkor azt mondtam, még ékszert magamnak soha nem vettem. Hát az más kérdés, hogy kis brill is van benne, meg íze, meg műző, de hát... Na, a brillt megnézheted? Itt van a brill, igen, itt van középen. Az csillagott benne. Ugye szép? Szép, szép. Csak kicsit nagy. Táncsics Mihály is büszke lenne rá, hogy őróla ilyet neveztek el. Bocsánat, de ez mikor volt? Nagyon komoly. Ez 99-ben volt, az 50. születésnapomon. Tehát már rendszerváltás után ezek szerint. Igen, és az Orbán kormány adta. Majd elveszik. Hoppá. Hogy... Egyébként ez most jó volt, ez bejött, ez tetszett. Ez nekem. Most jó volt? Megcsinál még egyszer. Volt. Majd elveszik. Játsszuk el még egyszer. Az Orbán kormánytól kaptam. Majd elveszik. Ez jó volt. Maga hak szokott hak nézni, nem hiszem, bár egy, de, maga sokat. Egy művelődési házat nem tud megtölteni. Ne sértegessen engem, kérem. Jó, hogy nem tudom megtölteni, de ki tudom már üríteni. Azért egy év után az is valami.